tudom fel. Szent segedelmedet dolgainkban állj mellénk, és mennyei kegyelmeddel új kegyelmet önts belénk, hogy lelkünkkel, testünkkel dicsőségedre jelessünk, minden tehetségünkkel, Uram, téged szeressünk. Amen. A hittanóra iskolai jelenléte a hit megélését jelentheti. Az Isten kérdés nem szorul vissza a templom falai közé, hanem helyet kap akár egy matematika óra és egy magyar óra között. Az iskolai hitoktatás több ismeretanyagot nyújt, az itt megszerzett tudás része az általános műveltségnek is. Az egyházi hitoktatás elsősorban az egyházba való könnyebb integrálódást segíti, a kettő mindenképpen kiegészíti egymást. A hitoktatás nem csak oktató, de nevelő jellegű is. Bács-Feketehegyen ez a gyakorlat jónak mutatkozott, és az iskolában, valamint a református egyházközségben is tartanak hittanórákat. Jelenleg az 5B és az 5C osztályban vagyunk, itt két osztály van összevonva. Nagyon jó osztályról van szó, mint ahogy a mellékelt ábra is bizonyítja, én úgy érzem. Egyháztörténelemmel foglalkozunk. Ennek az a hátrány, hogy annak idején, amikor bevezették az iskolai hittant 23 évvel ezelőtt, nagyon kapkodva tudtuk összeállítani az akkori tantervet, és lehet, hogy az egyháztörténelmet a 7. osztályra kellett volna tenni, de valójában az egyházi tantervet vettük alapul, és ez 5. jutott, ami még azt jelenti, hogy nincsen kellő alapjuk a gyerekeknek, és kicsit nehezebben tudunk haladni, mert ugye alsóból most jöttek át a felső osztályokba, akkor még többet rajzoltunk, több kötetlene programunk is volt, de itt egy kicsit komolyabb dolgokkal foglalkozunk. Lassabban haladunk, de én úgy gondolom, hogy sikerül megalapozni ezt is, hiszen a Biblia ismeret mellett ez is fontos, hogy az egyházunk múltját a gyerekek megismerjék. Barátkozási játék, tanulságos és vallási történetek megismerése, így néz ki egy hittanóra. A gyermekeknek legtöbbször sikerül ráhangolódniuk a bibliai történetekre, üzenetekre. Sok mindent tanulunk az egyházról, az apostolokról és Jézus életéről. Szoktam templomba járni, és jók az órák, néha játszunk is, meg sokat tanulunk. Péter apostolról tanultunk. Péter apostol ige hirdetésére 3000 ember megtért, és megkeresztelkedett. Hittanórán az egyház történetéről tanulunk, meg Jézus életéről, meg hogy történt a minden, ami az egyház történetében van. Néha szoktam menni templomba, de vasárnapi iskolába járok rendszeresen. Nekem azt tetszik legjobban, hogy sokat tanulunk, és néha viccelődünk. Miről tanultok, illetve akkor hogyan is viccelődtek? Péter apostolról, és a tanár úr néha mond ilyen kisebb vicceket. Kapcsolódnak a történetekhez? Hát kapcsolódnak. Ezt így jobban megjegyezitek akkor a történeteket? Igen. Hittanórán az egyházról is szoktunk beszélni. Tavaly nagyon sok bibliai történetet vettünk. A kedvencem volt a Noé bárkája. Sokat is rajzoltunk. El tudod mesélni ezt a Noé bárkáját? Az volt, hogy ilyen Noé megmentette a világot, úgymond, és egy hajót épített, amire felvitte az állatokat és a családtagját, és elmentek vele, hogy ne kerüljenek bajba. Szerbiában az Oktatási Minisztérium 2001-ben vezette be az iskolában fakultatív tantárgyként a hitoktatást, azaz, hogy a diákok a hittan és a polgári nevelés közül választhatnak. Az az igazság, hogy rögtön éltünk a törvény adta lehetőséggel, 2001. szeptember óta jelen vagyunk itt az iskolában, és én magam személy szerint is soha nem gondoltam volna, hogy egyszer 23 évnyi hitoktatói munka lesz majd mögöttem így az iskolában, de én azt tudom mondani, hogy ez bevált. Nagyon sokan ellenezték azt, meg ugye a mai napig is sokan kicsit pessimista hozzáállással állnak ehhez a kérdéshez, de bebizonyította magát, hogy ez jó. Itt egy nagyobb mennyiségű hitismereti anyagot adunk át a gyerekeknek, ami azt gondolom, hogy fontos, és az az előnye az egyházi hitoktatáshoz képest, hogy itt ugye 45 perc áll a rendelkezésre, kötelező erővel itt van mindenki,
Ma viszont mindannyian tudjuk, hogy átalakult a világ olyan szintre, hogy rengeteg szabad aktivitás, meg egyéb van, és akkor az egyházi órára nem biztos, hogy mindig mindenki ott tud lenni. Tehát itt az ismeretanyagot megkapja mindenki. Ennek semmilyen térítési szándék nincsen itt mögöttünk, hanem ha már adva van a lehetőség, akkor ezt nyilván ki kell használni. Azért azt tudni kell, hogy itt Bács-Fekete-hegyen református közösséggyülekezet van. Mi így akkor a helyzet? Itt az a helyzet, és nagyon örülünk is, büszkén ki is merem mondani, hogy az idén 144 diák van hozzám beiratkozva, elsőtől 8. osztályig. Tehát a magyar gyerekeknek az öme hittanra jár szinte majdnem mindenki. Tehát közel vagyunk a 100%-hoz. Amit még én nagyon fontosnak tartok elmondani, és ez azoknak szól az üzenet, akik talán kételkednek az iskolai hitoktatással kapcsolatban, úgy szokták a kérdést föltenni, hogy van-e hitbeli növekedés a hittanórán. Most tisztázzuk itt le a dolgokat. Mi sem hitet nem tudunk oktatni, ugye ez a kifejezésből adódik, sem hitet nem tudunk adni senkinek. De én azt gondolom, hogy ha mi lelkipásztorok, akik Jézus Krisztus követői vagyunk, vagy a hitoktató kollégák, akik szintén azok, hitelesen adjuk át a hitismereti anyagot, mert azt már át lehet adni, meg életünk saját, meg jó példájával járunk előttük, akkor Isten szent lelke nyilvánvalóan tud hitbeli növekedést biztosítani a gyermekek életében és szívében is. Ez lenne a célja szerintem az egésznek. Az évek alatt jó együttműködés alakult ki a helyi református egyházközség és a tanintézmény között. A Bács-Fekete egy iskola, az két nyelvű iskola. A tanulóink száma most pillanatnyilag 334, a magyar nyelvű tagozaton tanuló tanulóknak a száma pedig 143 van most éppen. Ez szokott változni, ugye, mert sok diákunk a nevelőszüléknél van elhelyezve, jönnek, mennek, tehát így évközben is változik a szám, de most pillanatilag ennyi a szám. A legtöbb tantárgyból szakos tanáraink vannak, egy-két tantárgy van, amit nem szakos tanárunk tölt be, de igyekszünk ezeket is pótolni és alkalmazni olyan tanárőt, amelyik szakos az adott tantárgy előadására. Az iskolában működik a hitoktatás is, a tanulóink nagy számmal, a legtöbb tanuló az hitoktatásra jár, kevesebb számú gyerek polgári nevelést választotta. A hitoktatás mind a három történelmi egyháznak van hitoktatása, tehát a pravoszláv, a muszlim és a keresztény, és a keresztény ugye itt a reformátusokról beszélünk, mivel Bács-Fekete egyen reformátusok vannak túlsúlyban, úgymond. Iskolanapon hagyományosan mindhárom egyház képviselői részt vesznek a szertartáson, amelyet Szent Száva a szerb oktatás és kultúra védőszentjének ünnepén tartanak.